A szerelem örök téma a költészetben, és nem csak a költészetben, hanem a zenevilágában is. A szenvedély, a fájdalom vagy a vágyódás mind-mind gyönyörű dallamokat ihlettek. Hát és mi más is inspirálhatta volna azt az együttest, aki 2023-ban megnyerték a dal című versenyt, valamint ugye a Petőfi Zenei Díj évdala díját is elvihették. A győztes pillanat, ami megváltoztatta a zenekar életét. A dal 2023-ban közel 500 szerzemény közül a szakma és a közönség elismerését is elnyerte. Szívbe markoló dallamok a szerelemről és a szenvedélyről. Magával ragadó, őszinte gondolatok, melyek az első helyre repítették az együttest. Az évdala címmel kitüntetett erdélyi zenekar, mely a Petőfi Zenei Díjat is átverti az Éjféli Járat című dalukkal, a Titán. A Petőfi Zenei Díj évdala büszke tulajdonosa tehát nem más, mint az erdélyi zenekar a Titán és az Éjféli Járat című daluk. Igen, és hát egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert hogy sírunk, mivel nem lehetnek itt velünk, de azért a másik nevet is, mert ezek szerint valahol koncerteznek, és nagyon sok embernek szereznek örömet. De természetesen, amikor a Petőfi Zenei Díjnak az kísérő filmjét vettük föl, akkor ott zenéltek nekünk. Hát eleget rohangáltunk a városban ahhoz, hogy beléjük akadjunk. Beléjük akadtunk, és természetesen meg is leptük őket. Sziasztok, srácok! Nagyon jó titeket újra látni, hiszen legutóbb, amikor találkoztunk, óriási ünneplés volt, emlékeztek? Hát azt nem lehet elfelejteni, úgyhogy egy hamar. Hát akkor bízom benne, hogy a mostani találkozónkat se fogjátok elfelejteni egy hamar, mert hogy azt gondolom, hogy most is óriási ünneplés lesz. Szeretnénk nektek a Lilivel átadni az évdala díjat a Petőfi Zenei Díjon. Parancsoljatok! Találkozhatunk hetente? Természetesen! De jó, nagy megtiszteltetés. Gratulálom. Nagyon szépen köszönjük, ugye 20 éves a zenekar, ezelőtt 20 éve csak álmodtunk róla, és bíztunk benne, hogy valamikor egy ilyen neves díjat tarthatunk a kezünkben. Nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy remek dalokat írtok, és egy remek példa vagytok szerintem más zenekaroknak is, hogy ne adják föl soha az biztos, reményt, és az biztos. Dolgozni van, kell, mert egyszer csak meg lesz az eredmény. Az biztos. Nagyon szépen köszönjük, hatalmas megtiszteltetés, nagyon boldogok vagyunk. Jöhet a sík! Síp nélkül nincs díjátadás. Azt gondolom, hogy így kell időben elkezdeni, nem a hangolódást egy zenei díjátadóra hetekkel korábban, és hát annyira cukik ezek a fiúk, olyan helyesek, főleg Kálmán, a dobosmókamester, akinél tényleg mindig ott van a kötelező kellék, igen, a síp. Most nem hallom. Igen, tényleg koncerteznek akkor valahol. De biztos, hogy a végén sípolni is fognak. Még egyszer gratulálunk nagyon a Titán zenekarnak.